nagyon hosszú nap lesz, és még hajnalig azt sincsen. És megint a reptéren vagyok. Mindjárt el is mesélek mindent, ez egy üzleti utas vlog lesz. Öt perc van még a kapu bejelentéséig. Varsóban ez egy kétnapos üzleti út lesz, és arra gondoltam, hogy dokumentálom azt, hogy milyen az, amikor egy ilyen gyors utazást hajt végre az ember. Igazából egy konferencia miatt megyek, mutatom, hogy hogy lehet kihozni a legtöbbet abból, ami tényleg az üzleti dolgokban is a legtöbb, viszont jól is érzed magad, lesz benne konferencia, buli, kajálások, edzés, nagyon remélem, hogy el tudok menni, és még külön üzleti meetingek is. Pedig gépezni fogok e-mailekre válaszolni. És utána meg már meg is érkezünk. Meg is érkeztem Varsóba, ez a főtere, az épület, amit láttatok, szerintem úgy néz ki, mint Gotham Cityből bármelyik, lehet, hogy ott van bent Batman, úgyhogy én most beteleportálok, megnézem hát, ha ott van. És jutottam, de óriási sor van, ezt nézzétek. Úgyhogy az első dolog az az, hogy hogy hekkeljük meg, elő meg, hogy speaker vagyok, megnézzük, hogy sikerül. Hát bejutottam, és ez sikerült is, itt vagyok bent, nagyon jó fej volt, a csaj felismert, én nem tudtam, hogy ő ki, de olyan jó fej volt. Látjátok, ez is olyan, hogy azt mondták mások, hogy nincsen regisztráció külön speakereknek, ami mondjuk furcsa, de oda mentem, megkérdeztem, és már bent is vagyok. Na hát pörög a konferencia, hogy látjátok. Bárhonnan el lehet kezdeni. Például, hogyha még nincs semmilyen eredményed, még mondjuk nem diplomáztál, nem csináltál szakdolgozatot, nincsen gyakorlatod, akkor is, amit meg tudsz tenni, az az, hogy jelentkezel önkéntesnek. A Wolf számíton is, itt Varsóban, ahol vagyok, például van egy olyan sáv, hogy önkéntesnek jelentkezhetsz, és ingyen ide jöhetsz, és gondolj bele, hogy mondjuk az a feladatod, hogy segítsél vizet hozni. Hogyha te vagy a vizes fiú, vagy a vizes lány, gondoljatok csak bele. Megnéztek a programot, ott vannak a kedvenc előadóitok. Oda kell menni az előadóhoz, és tessék, hello, én vagyok a vizes fiú, tessék, itt a víz. És már van egy kapcsolat, el tudsz vele beszélgetni, tudsz tőle a tanácsot kérni. Na és hogy kerülök én ahhoz, hogy egy ilyen nagyon magas színvonalú 3000 részvételes konferencián előadjak? Hát úgy, hogy ajánlottak. Hogy ajánlottak? Hogy amíg egyetemen voltam, valakit egyszer meginterjú voltam, mentorom volt egy ideig, és ő jött ide egyszer, és mondta, mert ő amerikai amúgy, és mondta, hogy nincs kedvem ide jönni, és nagyon szívesen beajánl. És ez volt azt hiszem 3 éve, és azóta most hívtak vissza harmadszorra, tehát ez baromi jól működik. Úgyhogy mindig éppen amíg van, azt használd fel, és így tudsz előre és előre menni. Most ezzel telt el az idő. Viszont megyünk tovább, szeretnék egy kis városnézést, illetve megnézni, hogy milyen a hotel. Úgyhogy induljunk is el! Na milyen volt? Félelmetes. Milyen volt, amikor te drónoztál egyszer? Még félelmetesebb. Szóval mondjátok meg kérlek, hogy hogy tetszett nektek ez a kis drón sát. Reméltek teljesen betartva a varsói dróntörvényeket?
Abszolút. Hát megérkeztem. Csináljunk egy apartmanturát, aztán igazából gyorsan tölteni fogom a mindenem igazából, és el is kell indulnom a speaker dinnerre, ami egy Benihanában lesz, útközben majd fogok róla mesélni, de nézzük meg milyen a hely. Tök jó kis kanapé, tök korrekt, és van itt tévé elalváshoz jó barátok alatt. Ami ugye nagyon fontos, nézzük meg milyen a mosdó. Szerintem a célna teljesen tökéletes. Nagyon hálás vagyok érte, ugyanis képzeljétek el, hogy azt még nem mondtam, hogy... De az, hogy én ide tudok jönni, a Vistának köszönhetem, ugyanis a repülőjegyet és a magát ezt a tök jó szállást ők intézték, úgyhogy ezúttal nagyon szépen köszönöm nekik. Egyetlen egy probléma van, hogy nincsen edzőterem, ezt már megkérdeztem, úgyhogy majd holnap meglátjuk, hogy találok-e, és most akkor készülődöm, aztán elindulunk a Speakers Dinnerre. Benihanáról azt kell tudni, hogy ez Amerikában van, bevágok egy jelentet a jó barátokból. Na szóval az a helyzet, hogy itt fognak főzni, ugye itt már be van készítve, és az emberek itt ülnek körbe. Na nézzük meg, ki fog ma főzni. Hello, na mit főzhetek nektek? Nyilván nem én fogok, és ez már meleg is így lehet érezni. Szóval a Benihana nekem amerikai egyik kedvenc élményem, majd megmutatom, mindjárt jönnek a bírólok, hogy itt előtte főznek és csinálják meg. Mennyire durva, hogy van Varsóba, ezért vagyok ilyen lelkes. Normál esetben egy asztalnál csinálnak mindent, de most az van, hogy egy asztal, egy étel, tehát például ott van a leves, itt nálunk van. Közben ez a Benihana élmény, hogy így főznek, ott van a haverom, nagyon jó fej. Egyszerűen azért van ilyen hangom, meg kedvem, imádom. Most edzek és összejött. De közben azt el szeretném mondani, hogy ez is egy hack. Képzeljétek el, hogy a hotelemben, ahol lakom, ugye nem volt, viszont egy ismerősöm lakik egy, hát tényleg elmondhatom, a Marriottban lakik, és itt van a Holmes Place, és most a Holmes Place-ben vagyok, mert kiderült, hogy a vendégeknek ingyen van, csak a recepción mondtam, és igazából nyilván megbeszéltem az ismerősömmel, de így most itt tudok lenni, nem kell azt a 20 eurót kifizetni, úgyhogy minden a hackekről. Sose hagyjátok ki a lábnapot. Végeztem is, nagyon-nagyon jól esett, és nézzétek, mi vár rám. Oda fogok menni. Ez tök random, de olyan jó fej, Pavel a Holmes Place-ből ide jött itt keresztül, hogy mit csinálok meg, hogy van dumáknak, és mondta, hogy az Intercontinental tetején van egy nagyon király uszoda, meg jacuzzi, és kezdve az egész várost belátod. Hát nem biztos, hogy most lesz időm, de ha van lehetőségetek, csekkoljátok le, vagy próbáljátok ki azt a hacket, amit én. Most tényleg menjünk már reggelizni, mert el fogok késni. Meg is érkeztem erre a helyre, annyira nehéz kimondani, úgyhogy felolvasom. Bulke, Bibulke, vagy a Forsbert, vagy a Yelpet érdemes Yelp.com-ot használni, be tudod írni, hogy mondjuk mit szeretsz, mondjuk ha smoothie-kat szeretek, beírod és kiadja. Én a breakfastekre mentem rá, megnéztem jó párat, és ez 9.3-as vagy 9.1-es értékelés volt, linket be fogom rakni a leírásba. Szerintem ma itt vagytok, ez egy nagyon kellemes kis környék, ahova el lehet jönni, és meg is éri, majd most megyünk át a konferenciákra, ide szerveztem két business meetinget, nagyon hatékony is volt, és akkor megy tovább a networking. No, hát itt nem áll meg a világ, mert ugye itt voltunk, most nézem, viszont ahogy elkezdtünk sétálni, megtaláltam, hogy van egy másik baromi jó hely, konkrétan ez, úgyhogy ide bemegyek, és most veszek egy, annyira vágytam amúgy egész reggel pont, hogy ilyen frissen facsar cuccra, úgyhogy nézzétek meg, mik vannak. Milyen az, és ez édesburgonyával van, nem merem kipróbálni, de ez... Én itt fogom zárni a vlogomat, hajnali
4:45-kor keltem. Megvolt az előadás, azóta nem jelentkeztem be, mert igazából csak dolgoztam, editáltam, vlogoltam, írtam dolgokat. Varsóról 4-szerre vagy 5-szörre voltam itt, és az is biztos, hogy nem utoljára, mert pont ez az 1-2 napos business trippekre közel van, tök sok mindent lehet csinálni, amúgy az itt lévő emberek nemzetköziek, és ami nagyon fontos, hogy a cégek, akik például nekem partneri vagy célcsoport, itt van a központjuk, tehát valós döntéshozókkal is lehet találkozni, ismerkedni. Steve Jobs a Stanfordi beszédében mondta, hogy ha egész életedben azt csinálod, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod, és én ezt valahogy úgy érzem, és megiszom a teát, bordolok, úristen, beszállok a repülőre. Köszönöm, hogy velem voltatok. Jövő héten prezentációs technikákról fog beszélni, és hogy készülök fel rá, úgyhogy ha ezek érdekelnek, kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha már fel vagytok iratkozva, nagyon köszönöm, hogy megnéztetek. Hogyha új vagy, és ezt a mosolyt még nem láttam, nyomj arra a feliratkozás gombra és a csengőre, plusz Instagramon is kövessetek be. Sziasztok!